Kertbarát. Köszöntöm a György Plusz televízió nézőit. Újabb hónap, újabb kertbarát, ami ezúttal egy kicsit más lesz, mint az eddigiek. A kialakult járványügyi helyzet miatt mi is itthonról dolgozunk, operatőrünk viszont a frontvonalon harcol, rengeteg videós beszámolónk van. Olyan témákkal készültünk, amelyet otthon, akár a házi karantén ideje alatt is elvégezhetünk, hogy melyek ezek, azonnal mutatjuk. Minden valamire való kertésznek ismernie kell azt a módszert, ami megkönnyítheti a növénytermesztést, főleg akkor, hogyha rossz minőségű a veteményezésre, ültetésre szánt kertünk talaja. Ehhez nem kell más tennünk, csak építeni néhány magaságyást, amely számos előnye rendelkezik a szimpla földbe való ültetéssel szemben. Na, hogy miért lesz ez jó a növénynek, hozzuk a legfontosabb információkat, Nagykutasi Viktor kertész szakíró szedte össze őket nekünk. Az első lépésünk az az, hogy elhatározzuk, hogy hova is szeretnénk a magaságyást létesíteni, a kert mely részére. Lehetőleg olyan részt válasszunk, ahol jó pár órán keresztül tűzi a nap, bár az se gond, ha akár egész nap süti a nap. A terület kijelölése azért fontos, mert ismerjük a méretét annak a magaságyásnak, amivel dolgozunk. Itt jelen esetben egy előre gyártott elemekből készített magaságyást fogunk összeépíteni. Ennek a méretei 120x240 cm. Az első lépés, ezt kijelöljük. Kijelöljük a négy sarkot, majd lapát vagy ásó segítségével felszedjük az ott található gyep felületet. Ezt zsákokra kiemeljük. Azért fontos, hogy érdemes zsákra vagy fóliára kitenni, hogy utána könnyebben összetakaríthassunk. A következő lépés az építésnél az alapok lerakása. Az alap lerakásánál nagyon fontos, és érdemes is vízmértéket használni, hogy vízszintes legyen a létesítményünk. Ez nem csak esztétikum szempontjából, hanem később a növénygondozás vagy az öntözés szempontjából is fontos, hogy nehogy valamelyik sarkán a föld vagy a víz kifolyék belőle. Tehát letesszük az alapokat, vízmértékkel beállítjuk. Az aljára érdemes vakont hálót tenni, ez egy 1 cm x 1 cm lukakat tartalmazó műanyag háló, aminek az a lényege, hogy a vakond alulról még véletlenül sem tud beletúrni a magas ágyásunkba, mert ott azért hatalmas károkat tudna okozni. Belehelyeztük a vakondhálót, fixek az alapok, vízszintesek az alapok, fölépítjük lépésről lépésre, ugye ez egy előre gyártott elemekből készült magas ágyás, fölépítjük a 80 cm magasság. Amikor ezt elértük, akkor jöhetnek bele a rétegek. Alulra érdemes tenni az ágnyesedéket. Én már hónapok óta gyűjtögettem tavaszi meccésből származó ágnyesedéket, ezt egy darálón át engedtem, és egy egyöntetű nyesedék keletkezett, ami a komposztároló ládának az alsó 20-25 cm-es anyagos tagságát adja. A következő réteg a fű. Az a gyeptégla, amit a kijelöléskor kiszedtünk, azaz, hogy a fóliára rátettük. Az ezt követő réteg száraz fűnyiradék, azaz első fűnyírásnak a fűnyesedéke, illetve a gyepszellőztetés során keletkezett növényi nyesedék, ami egymásra kerül. Ezt követően a meglévő komposzt tároló láda szétszedése következik, hisz a következő rétegünk az érett komposztföld belehelyezése. Ezt most úgy nyerjük, hogy a meglévő már 2-3 éves komposztládát, amihez már az elmúlt egy évben nem nyúltunk, csak öntöztük a nyári szárazság folyamán, szétszedjük, és az abból lévő érett komposztföldet, ami gyakorlatilag egy nagyon tömény komposzt, ezt érdemes meghallani, hogy nagyon tömény, ez azt jelenti, hogyha én ebbe bármilyen dísznövényt vagy magot ültetek, nagy valószínűséggel a tömény tápanyagoknak köszönhetően ez sajnos nemhogy nem jól érzi magát, hanem el is pusztulnak benne. Tehát ezt az érett komposztföldet teszem be a következő rétegként, majd ezt követi a kerti földünk, hogyha van jó minőségű kerti földünk, és ezt tesszük a felső rétegbe. Azt érdemes rétegenként belelépni, vagy valamilyen edényen, vagy egy vödörnek a fenekével az egyes rétegeket megtömöríteni, egymásra tenni. Amikor a felső földréteg, tehát a kerti földünk belekerült, azt követően a következő lépés ne az legyen, hogy rögtön beültetjük, mert azért ezt tudni kell, hogy főleg egy ilyen vastagságnál 80 cm-nél, ez akár 10-15 cm is tud ülepedni, tehát az első lépés az, hogy alaposan öntözzük be. Hogyha ez megsüllyed, akkor a tetejére érdemes még kerti földet tenni, 2-3
egyharmad arányban, és egyharmad arányban akár még a maradék érett komposztföldünkkel összekeverni. Arra vigyázzunk, hogy túl töményen komposztföld ne kerüljön a tetejébe, mert bizonyos növények ezt a töménységet nem fogják elviselni. Amikor végeztünk vele, és belocsolás előtt azt vesszük észre, hogy kavics darabok, szennyeződések, növényi gyökérdarabok is megjelentek a földfelszínen, azt kezünk átgerebézésével távolítsuk el. És amikor ezzel is készen vagyunk, még jöhet egy alapos belocsolás, és azt követő 5.-6. napon már nyugodtan bekerülhetnek akár a palánták, akár a magok a magaságyásba. Az iménti lépésekből kiderült, hogy magaságyást készíteni nem egy ördöngős feladat, akár egy perc alatt is meg tudjuk tenni, nekünk sikerült. Ha kész vagyunk a magaságyás építéssel, könnyű szerrel beültethetjük már meglévő palántákkal, hogy hogyan mutatjuk. Ha neveltünk, vagy a piacon vásároltunk palántákat, akkor azokat ültessük be először. Ültetés előtt rakjuk ki a palántákat, és ezután kezünkkel, vagy az ültető lapát segítségével ültessük el. Arra ügyeljünk, hogy a növénykék sem mélyebbre, sem magasabbra ne kerüljenek. Ujjunk segítségével tömörítsük a földet a palánták tövénél. Ha van eper palántánk, azzal ugyanígy járjunk el. A palánták ültetését a magvetés kövesse. Ahhoz, hogy tudjuk, mit hova ültettünk, a vetőmag tasakját hagyjuk ott jelzőtáblának. Az ültetés és vetést követően jöhet az alapos belocsolás. A többi a természet dolga. Az előző részben sikeresen szétszedtük meglévő komposztárolónkat, meg amúgy is otthon vagyunk, és amúgy is belejöttünk, úgyhogy építhetünk egy újat, hogy hogyan kell nekilátnunk, azonnal megtudjuk, Nagykutasi Viktor kertész szakíró mutatja be nekünk lépésről lépésre. Mielőtt nekiállnánk a komposztároló építéséhez, előtte szükségünk lesz pár dologra. Az első a raklapok, amiket ugyan összeépíthetnénk deszkából is, de most jelen esetben használt raklapokat választottunk. Szükségünk lesz egy baltára vagy egy kalapácsra, szükségünk lesz kötöző drótra, illetve a drót elvágásához csípőfogóra. Ha mindez megvan és oda van készítve, arra a helyre, ahol a komposztárolót szeretnénk felállítani, ami a kertnek egy eldugott zuga, lehetőleg árnyékos helyen legyen, sőt, nem árt, ha olyan helyen van, ahol esetleg a nyár folyamán a szárazsággal locsolni is tudjuk, tehát a közelben valamilyen vízvételi hely is van. Ha megtaláltuk az ideális helyet a komposztároló építésére, akkor neki is állhatunk. Az első lépés az, hogy a raklapokat egymáshoz rögzítjük. A rögzítéshez kötöző drótot használunk. Ahhoz, hogy éveken keresztül ez a komposztároló egyben maradjon, érdemes a kötözéshez egy vasrudat, azaz hogy 4 darab vasrudat használni a sarkaihoz. Ennek az a jelentősége, hogy amikor rakjuk bele a növényi hulladékokat, akkor mindig tömörítjük, nyomkodjuk, és ezek a vasrudatnak köszönhetően raklapok rögzítésre kerülnek hozzá, és így az évek során sem dőlnek szét. Ha leraktuk a vasrudakat, rögzítettük hozzá raklapokat, megtörtént a rögzítés, megnézzük belülről, megpróbáljuk meglöködni egy kicsit, hogy mennyire stabil, és mindez, hogyha megvan, akkor készen van a komposzt ládánk. A komposzt láda minden esetben földre kell, hogy kerüljön, földre kell, hogy érintkezzen. Nem igazán jó, hogyha alá teszünk különböző vízáró rétegeket, fóliát vagy egyebet, pont szüksége van arra, hogy a talajjal akár vizet tudjon átadni, vagy onnét esetleg vizet tudjon fölvenni. És hogyha kész a láda, akkor onnantól kezdve a kertben keletkező akár növényi nyiradékot, gyepnyiradékot, attól függ, hogy ezt ősszel vagy tavasszal építettük meg, mehetnek bele. A legfontosabb dolog, hogy 15-20 centinél vastagabban semmi faj
fajta anyagot ne tegyünk bele. A fűnyíradék azért egy-egy fűnyírás alkalmával akár 30-40 vagy 50 cm-es vastagságot is tudna alkotni, akkor azt kell csinálnunk, hogy minden kertben biztosan van vakontúrás, akkor 20 centinként, nem többet, egy pár centiméter vastagságban az összeszedett vakontúrásokat ráterítjük. Az őszilombbal, az ágnyisödékkel ugyanígy járjunk el. Tehát 15-20 centinél vastagabban semmit ne tegyünk, hanem valamilyen réget. Hogyha például az őszilombot szárazon összeszedjük, zsákokba tesszük, és a nyári időszakban a fűnyíradékkal összekeverjük, akkor már megvannak különböző rétegeink. Ha nem tudunk máshogy rétegezni, akkor mindig nyúljunk a kert talajához, vagy a vakontúráshoz. Iménti kis okosunkból mindenki számára világos, hogy komposztárolót akár házi karanténunk ideje alatt meglévő alapanyagokból is lehet építeni. Égetés helyett sokkal inkább javasoljuk ezt az újrahasznosítási módszert. A Kertészek és Kertbarátok Győrvárosi Egyesülete a tavalyi évben egyedülálló feromoncsapdás előrejelző rendszert épített ki. Nincs még egy ilyen város az országban, ahol egy körzetet körbeölelő csapdahálózat lenne kiépítve, ezek az adatok pedig bárki számára elérhetőek a győrikertbarát.hu weboldalon. Ennek a rendszernek az előrejelző munkáját segíti egy fénycsapda, amit ideje elővennünk, mert hogy áprilistól egészen ősz végéig használhatjuk, hogy hogyan hozzuk fel a pincéből és hogyan kell összeszerelni, ezt mutatjuk be a következő percekben. Megjött a jó idő. Ismét kihelyezhetjük a kertünkbe a fénycsapdákat. A fénycsapda az integrált növényvédelemnek szerves része. Gyakorlatilag előrejelzősként szolgál. A befogott, általában éjszaka repülő rovarokat gyűjti össze, amiből, hogyha meghatározzuk, hogy miket szedett össze, miket fogott meg a csapdánk, meg tudjuk határozni, hogy mikor, milyen rovarős növényvédelemre van-e szükségünk. Vagy, ha jól működik a csapdánk, gyakorlatilag megoldja úgy, hogy nem kell használnunk növényvédőszert, hanem a csapda összegyűjti a rovarokat, amelyek belekerülnek a fogóhálójába, és ott elpusztulnak. Tehát kemikáliák nélküli növényvédelemre is tudjuk használni, de tudjuk arra is használni, amire eredendően kitalálták. Meghatározzuk vele a különböző rovaroknak a rajzási idejét, és ehhez megfelelő növényvédelmet tudjunk majd végezni. A meglévő fénycsapdánk tél folyamán, mivel egy beépített akkumulátorral működik, száraz, meleg helyen tároltuk. A kihelyezése már az előző évben jól kiválasztott gyümölcsös közepébe kerül, ahol majd a megfelelő rovarokat össze fogja tudni gyűjteni. Érdemes olyan helyre tenni, ahol nincs a fák által leárnyékolva, hisz napelemmel működik, tehát legalább 5-6 órán keresztül kell, hogy közvetlenül érjék a napsugarak, hogy az akkumulátorja feltöltődjék. A meglévő lábak ugye már kikerültek előző évben is, ezekre történik a felszerelése, a megfelelő rögzítése. Ezt követően feltesszük a gyűjtőzsákot, ami gyakorlatilag egy háló. Ezt a hálót ürítjük majd naponta, és ellenőrizzük a benne megfogott rovarokat. Ennek az is a jelentősége, hogyha olyan rovart fogna meg, amely védett, vagy nem kimondottan kártevőnk, azt szabadon tudjuk engedni, és a többi rovart kell csak elpusztítanunk. A fénycsapda úgy működik, hogy a tetején lévő napelemeknek köszönhetően összegyűjti a napsugarait, abból elektromos áramot állít elő, amivel az éjszaka folyamán egy alkonykapcsoló segítségével bekapcsolja egy kékes fényt, amelyre a rovarok előszeretettel repülnek, elindít egy ventilátort, amely az odarepülő rovarokat begyűjti, beledobálja a gyűjtő hálóba. Gyakorlatilag ennyi az egy működése, igazából a működtetési ideje az kora tavasztól, tehát áprilistól egészen október végéig történik. Ennyi fért a havi adásunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Műsorunkat visszanézhetik a YouTube-on, a GyőrPlus.hu-n, kövessenek minket a Facebookon, valamint minden hónap első és harmadik szombatján a GyőrPlus rádióban is jelentkezünk. Eredményes kertészkedést, viszontlátásra! A műsort a Győrkert Parképítő Kft. Támogatta.